Csak hallgass, nézd is. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket, és hát természetesen nagyon nagy szeretettel köszöntjük azokat a televízió nézőket, akik itt voltak velünk egy szezonon át. A mai nap folyamán vakációzni indulunk, és ebben a vakációval teli ünnepi, nyári, szezonzáró és sok szempontból számunkra nagyon fontos műsorban az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy egy régi kedvencünk a műsorban ókor-ókor feltűnő, de számunkra mindig nagyon hiányzó, kedves énekesnő is elfogadta a meghívásunkat. Szóval, hogy kiderüljön, hogy kiről is beszélek, Orsovai Renit köszöntöm nagyon nagy szeretettel. Köszönöm, itt a stúdióban. Hát Reni nagyon sokszor szóba került, és nagyon sokat beszélgettünk róla ezekben a műsorokban, hogy de jó lenne, ha itt lennél, és egyáltalán, de tudjuk, hogy nagyon elfoglalt voltál. Láttuk a munkáidat, láttuk a sikereidet, gratulálunk is hozzá újfent. Köszönöm. Láttuk, hogy a szakma is elismer, és ezt jó volt látni, hogy komoly nagy helyeken tűntél fel, önállóan, műsorvezetőként, zenekari produkcióidban, és egyáltalán úgy egyébként, hogy minden mellett ugye terhelte az életünket maga a járvány. Szóval először is hadd kezdjem az, hogy gratulálok a sikereidhez. Nagyon szépen köszönöm, kedves vagy. Igen, jó volt, nehéz időszak, de kihívásokkal teli, de nagyon élveztem, hogy olyan dolgokat próbáltam ki, amiket még soha, és egy kicsit mindig féltem tőle, de így ki tudtam lépni a komfortzónából egy pár pillanatra. Aha, aha. Nagyon nagy dolog ez, és én azt láttam, hogy a felvételek alatt, amikor megjöttél, akkor a diákok egyből elhelyezkedtek a páholyba, és figyelték, hogy a művésznő mit művel majd a színpadon. Mert egyébként, amikor mi csináltunk itt bármit, akkor nem nézték, tehát azért ez hozzátartozik. Mi, hova akarok ebből kiukadni, hogy figyelnek rád a diákok, figyel rád egy korosztály, a fiatalok, akikhez hát szóltok is a zenei munkáiddal. Hogy éled meg ezt az iskolában, és hogy élik meg ők az iskolában, hogy az Orsovai Reni a tanárnéni? Hát én nagyon örülök neki, hogyha ők úgy érzik, hogy én inspirálom őket, vagy hogy tényleg egy ilyen úgymond kijelölt úton haladok előttük, és próbálnak követni. Tehát ez szerintem nagyon jó, hogyha ők ezt így látják, és szerintem így is látják. Én próbálok megfelelni tényleg annak, hogy egy példakép lehessek a szemükben, és ha leszek, akkor az szuper. Én nagyon élvezem, tehát, hogy igazából nem is, tehát egy picikét talán nem úgy tekintek rájuk, mint egy tipikus tanárdiák viszony, hanem kicsit, mint egy zenész. Tehát, hogy sokan mondjuk nem tudom problémák van azzal, hogy letegeznek véletlenül, és soha nem szólok érte. Mindegy, tudom, de azért hogy egyest adsz nekik, hogy a biztonság kedvéért, hogy megtanulják. De hogy sokan küzdködnek ezzel, hogy most akkor ők tegeznek, vagy magáznak, mert hogy olyan fura, meg hogy koncerteken nyilván nem jönnek oda, hogy jön a tanárnő, de hogy egy kicsit én ezt így lazábra próbálom venni, és remélem, hogy nem rontom ezzel őket. Ha jól emlékszem, akkor osztályfőnök is lettél, nem csak, tehát ne, most a csakot értsd jól, tehát nem csak éneket okadsz, hanem osztályfőnök is vagy. Hát nagy dolog egy olyan osztályba járni, főleg mondom ennek a korosztálynak, ahol az Orsovai Reni az osztályfőnök.
Jön a nyár, most már azért benne vagyunk, és vannak oldások a járványra való tekintettel. Ez jelentheti azt egyébként, és akkor most menjünk egy kicsit a színpadra, meg zenéjünk, hogy talán elindul valami, egy-két fesztivált életre hívnak, megtartanak. Mit jelent ez a te pályád szempontjából? Tehát vannak-e magyarul megkeresések, vagy készültök-e a nyárra? Igen, hál' Istennek vannak. Most nyilván még mindig úgy vagyunk a nyárra, hogy minden három felkiáltó jele van beírva a naptárba, tehát soha nem lehet tudni, hogy éppen melyiket lehet megtartani, és melyiket nem. Nehéz messzire gondolkodni, hogy esetleg bejön valami, nem tudom, akár negyedik hullám, vagy nem is akarok belefolyni, mert nem értek hozzá, de hogy mi is úgy állunk hozzá, hogy mindegyik egy ilyen kérdőjel. Mi reménykedőt mindegyikre úgy készülünk, hogy maximális erőbedobással és meg fogjuk tartani. Most már volt egy-kettő ilyen kis koncertecske, úgyhogy már kezdek visszarázódni a régi kerékvágásba. Én örülök, hogy így alakul, és hogy mehetünk, mert nagyon hiányzott. Menével vagy a szólóprodukcióddal? Szólóprodukció nincsen nekem, tehát hogy én három zenekarban énekelek, ugye Rácz Gergő oldalán, mint vokál és ugye a duett partner Deniz oldalán, és ugye a saját zenekarom a Nenével, úgyhogy ezzel a három formációval megyünk. Szerencsére mind a hárommal vannak megkeresések, igyekszem összehangolni, úgyhogy ne kelljen lemondanom sok koncertről a másik miatt. Reni, nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni, nagyon örülök, hogy itt voltál, hogy egy dalt is hallunk tőled, az meg aztán egyszerűen csodálatos. Viszont ebben a műsorban látod is talán, hogy vakációzni hívjuk a kedves hallgatókat, hiszen kedves televíziónézőket, és hát ott a kérdés, hogy terveztek-e a zenei munkáidon túl egyáltalán vakációt, vagy nyarat, ti készültök-e, vagy fölfújtad-e már a gumimatracot, vagy nem tudom én, tehát hogy van-e bármi elképzelésetek? Az a helyzet, hogy ugye ilyenkor mindig, tehát nem nagyon, pályában nem nagyon tudom betervezni ilyen hetes utazásokat, mert hogy ha bejön egy koncert, akkor meg le kell mondani. Hát és hónapra kell menni. Igen. Akkor, igen. Úgyhogy én annyit tervezek most a nyára, hogy van egy kis nyaralónk a Balatonon, és oda lemegyünk egy kicsit. Nagyon szeretem a vizet, úgyhogy oda megyünk kicsit fürdeni, meg a kutyámmal kikapcsolódni, meg a párommal lenni, úgyhogy biztos el leszünk ott lent. Én ezt tervezem, aztán reméljük, hogy jut is már is idő erre is, meg a koncertekre is. Így legyen. Sok sikert kívánunk neked a nyárhoz, ha elindulnak a koncertek, és legyen minél több egyébként. Jó pihenést, ha lejutok a Balatonra, kutyát simogass meg helyettünk is, a várodat üdvözöljük, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk beszélgetni. Én is köszönöm. Hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők, mi pedig folytatjuk tovább, és ha már Orsovai Renivel beszélgettünk, akkor jöjjön ő egy dallal, és utána pedig természetesen szágul tovább a műsor. Jó rádiózást, jó tévézést, jó bármit, hiszen ha már a rádiónál tartunk, akkor hadd mondjam el nagyon gyorsan, hogy a Vörös Mati rádióban ennek a műsornak a hangzó kivonata is megjelenik, úgyhogy szerdánként 14 órától ott is együtt lehetünk. De most itt a tévékészülékek előtt, tehát Orsovai Reni és a Gorzium Gimnázium és Szakgimnázium remek tanári zenekara. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! No one to talk with all by myself. No one to walk with but I'll be on the shelf. I'm misbehaving, I'm saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. I'm misbehaving, I'm saving my love for you. Light the corner, in the corner. Me. I don't stay out late, don't get it going. I'm on my body, it's just me and my radio. I'm misbehaving, I'm saving my love for you. Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Folytatjuk tovább, kedves televízió nézők, és hát vakáció. Látják a hátterünket is talán, és talán feltűnt önöknek, hogy nagy betűkkel megpróbáltuk kiírni, hogy vakáció. Remek munka, azt hiszem, a háttérben, de mindjárt vendégem, következő vendégem elmondja, hogy kinek is köszönhetjük ezt a remek hátteret. Esze Tamással beszélgetünk. Mai szezon záró műsorunk, hát második vendége, és egyben a sorozat utolsó beszélgetése akkor ebben a szezonban, még az oktatási időszak keretein belül. Szóval szeretettel köszöntelek újfent. Köszöntelek téged is, szia. Másrészt pedig azonnal említsük meg a vakáció felirat szerzőjét. Igen, hát a szerzője, ha lehet így nevezni, a kreatív csapatunknak az egyik vezéregyénisége, Munyié Noémi, aki elvileg fotós tanárnő, de nagyon komoly grafikai készültséggel, felkészültséggel is bír, úgyhogy az arculatunkat folyamatosan ő tervezi, a logókat, feliratokat, mindent, úgyhogy nagyon köszönjük neki az egész éves munkáját. Hát volt mind dolgozni, szóval nagyon sok munkája volt neki is, és azt hiszem, hogy sikerült. Volt ennek a műsorsorozatnak vendége, ő beszélgettünk vele is, viszont hát eljött az a szomorú pillanat, amikor egy szezont zárunk le. Ez egyébként egy nagyon szép történet, nagyon jó erről beszélgetni, mégis egy picit szomorúan mondjuk, hogy hát most egy szezon véget ér, és aztán majd újra neki veselkedünk új lendülettel, de hát most neki futunk viszont a nyárnak. Hogy éltétek meg az iskolában az utolsó heteket, és hogy készültek a nyárra? Nagyon jó volt egyébként, fura volt visszajönni a bezártságból, de azt hiszem, hogy remekül vette mindenki. Rengeteg dolog volt, jegyeket kijavítani, még az utolsókat mondani a gyerekeknek, hogy mivel készüljenek, mire készüljenek, felhozni azt, aki esetleg elveszett ebben az online oktatásban. Úgyhogy izgalmas volt. Sok idő nem volt rá. Hát sok idő nem volt rá, de sikerült, tehát sikerült rendbehozni mindent, és gyakorlatilag most ott vagyunk, hogy mintha nem történt volna semmi, és sikeresen le fogjuk zárni az évet, meg volt az írásbeli érettségi, meg voltak az OKJ, ugye vizsgák, vagy ahelyett a megajánlások. Úgyhogy gyakorlatilag mi készen állunk, most még lesz egy kéthetes szakmai gyakorlatunk, és utána bizonyítványosztás, és mindenkit szélne keresztünk, és hát azzal a gondolattal, hogy azért gyakoroljanak, mert most ha két hónap kiesik, akkor nyilván, hogy nem lesz hatása ennek az évnek. És hát érdeklődve várjuk a szeptembert, hogy fogunk újra találkozni. És nem beszélve arról, minden évben ez van, amióta van ez a gyönyörű új épületünk, hogy egy-kettő kollégával ugye folyamatosan szépítjük, csinosítjuk, úgyhogy nekünk azért munkával telik ez a nyár. Na Tomi, és hogyha már vakáció, és ha jut rá időd, akkor hogy tervezitek a családdal a nyaralást? Vagy terveztek-e, nem tudom, egy Seychelles-szigeteki utazást? Igen, vagy gondolkoztam ezen. Egyébként tavaly gondolkoztam, nem a Seychelles-sziget, de tengeren túli nyaraláson gondolkoztam, csak nem lehetett menni. Ja, ez volt az. Úgyhogy ez volt az oka, igen. És, de igazából gondolkozom a nyaraláson, csak van nekem is egy kiskutyám, és nem szeretném otthon hagyni, a Csülöknek hívják egyébként. De a kutyát, igen. És nem tudom, hogy tehát hosszú távra nem szeretnék elmenni, meg igazából rengeteg dolgom van nyáron is itthon, úgyhogy hát kert, ilyesmi, terasz építgetés ezzel személy szerint, meg hát mondom, azért rengeteg munka. A kislányom most nyaggat egy kutya miatt, de szerintem akkor nem lesz kutyánk, mert sose fogunk tudni elmenni nyaralni, tehát ez a helyzet. Kicsit Tomi, én tartozom egy vallomással, egy köszönettel. Köszönettel a zenész tanszak minden tanárának. Most én egyenként nem kezdem el felsorolni, de köszönöm szépen mindenkinek, minden egyes tanárnak, aki itt volt, hozzátette ehhez a műsorhoz. Köszönöm szépen ezt a remek sorozatot, mert adáson kívül is beszélgettük, hogy ez van elképesztő hosszú, és rengeteg anyag, amit rögzítettünk, végigbeszélgettünk. Adás, és ez azt hiszem, hogy egyedülálló így most ebben az országban, hogy élőzenei
igen, műsor, igen, ennyi megjelenéssel. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog, én köszönöm szépen nektek, zseniális munkát végeztetek végig. Azt azért nyilván tudni kell, látni kell, hogy felkészülések, maga a produkció, eljátszani és egyáltalán, szóval ez mindenképpen nagy dolog. És hát bízunk akkor benne, hogy a következő tanítási szezonban, meg a nyáron egyszer-kétszer talán még fölbukkanunk, például megbeszéljük, hogy mi a helyzet Csülökkel. Akár mindenképpen. Tudjuk ezt beszélni. Szóval köszönöm, és akkor jó pihenést a teljes tanszaknak, a teljes iskolának, és hát nyilvánvalóan neked is. Köszönjük szépen. No, hát akkor folytatjuk tovább, és akkor egy dallal zárjuk le természetesen ezt a mai műsort, illetve készülünk még egy érdekes apropóra, ahol egyfajta finálé jelleggel szeretnénk elköszönni a televíziónézőktől, megköszönni azt, hogy végigfigyelték, követték ezeket a műsorokat, és hát biztatjuk önöket, hogy nyilván a folytatásban is tegyenek így, nekünk ez a reménységünk, és bízunk benne, hogy nem csalódunk önökbe. Úgyhogy most zene, és aztán a végén pedig egy nagyon pici kis kedves meglepetés önöknek. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. But she's the girl and I like best. Tutti frutti, oh I do that. 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 Tutti frutti, oh I do that, baby. Wham bam ba doo bam, the lamb bam boom. I got a girl, her name Daisy Daisy. She know just about you crazy. I got a girl, her name Daisy Daisy. She know just about you crazy. She know how you love, baby. Indeed, but I don't know what you do to me. Tutti-frutti, oh, I do that. Tutti-frutti, oh, I do that. Tutti-frutti, oh, I do that. Yeah, tutti-frutti, oh, I do that. Tutti-frutti, oh, I do that, baby. Wop-bop-a-doo-bop, the rock and roll. Hey! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Nos, hölgyeim és uraim, hát ez lett volna a Hangvilla a mai napra, illetőleg erre a szezonra. Vakáció a mai nap folyamán erről szólt a műsor, és hát kiváló barátaim, zenésztársaim, kollégáim ma megpróbáltak egy kicsit vakáció alaphangot teremteni önöknek, és remélem sikerült ebből valamit továbbadni. Nyilvánvalóan észrevették már, hogy nem győzök hálát adni minden egyes alkalommal azoknak, akikkel együtt dolgozhatunk, és így van ez a mai nap folyamán. Hadd emeljem ki azokat, akik a stúdiószobában
stúdiójában dolgoznak, az operatőröket, a technikusokat, akiket nem láthattunk a szezon alatt, lehet, hogy egyszer majd csinálunk velük egy műsort, sosem lehet tudni. És hadd köszönjem meg a remek zenekarnak, akik mögöttem ülnek, állnak, hogy itt voltak, és alkalomról alkalomra, minden alkalommal megtették azt, ami tőlük telik, a legtöbbet, remek zenéket hoztak. És a végén pedig egyfajta finálé jelleggel hadd szólítsam be azokat, akik ráértek, akik itt voltak, akik színesítették a műsort, akik nélkül ugyanúgy nem lehetett volna műsor, szóval nagyon szépen köszönjük nekik is, és hát végül pedig a televízió nézőknek, hogy egy szezonon keresztül figyeltek bennünket. Úgyhogy finálé jelleggel most hadd szólítsam még egyszer az eddigi résztvevőket. Köszönöm önöknek, köszönöm nekik, további jó televíziózást, viszontlátásra! Hogyha így születtünk, ide egy képen, csak üres ígéret, azt hiszem, ebből már kinőttünk. Szabad a lelkünk, tesszük, mit érzünk, itt nem vagyunk furák, csak önmagunk, közös az érdek, fejlődni vélet, egy zenet az égből, mit adhatunk. Legyen tánc, legyen ének és játék, szerepet kaptunk, a szemek mind rajtunk. Más, ez az év is ajándék, hoppingnak élünk egy életen át. A korszíjumban nekünk jöhet a vers, ha csapatban épülünk és közös a nyelv. A tantermet bűvészet öleli fel, bennünk a kincs itt otthonra lel. Jöhet a képlet és jöhet a vers, mert fehér a tantermet művészet öleli fel, bennünk a kincs sose veszhet el. Fotó a kézben, szemünk a képen, tervezzük meg a banda plakátját. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! A műsor főtámogatója a Gorzium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum. Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu